szétszétek találom már megszűnt. Már nem létezik az asztal társaság. Örömmel tudatjuk, hogy feltámadtuk és körbejük az asztalt, mint hajnalom. És székfoglalóikat komoly képpel ejtik fel a felemelt férfi föl, amikor a szemem végig pillant rajtuk, akkor, mint az előtt. Óriás szellemük mégsem állnék olyan ezt a kis szabályt. Mert mindenél hatalmasabb szellem járja be, ragyogja minden szegély zöge, és megszentelje ezt a pillanatot. Most magunk között vagyunk. Kimentek percre az áruló, akinek megszületnie sem lett volna szabad, az lett volna mindenkinek jó. Kimentek percre az áruló, aki meg akarta volna, de nem tudta megrabolni ezt a szent pillanatot, mert én az idő kezdetétől azok végéig veletek vagyok. És mindig éjszaka van, és én egyedül vagyok. Komor szellem megcsapata jön, és rohan tovább. És én ott ülök közöttük, és folyvást folyik a bor, folyik a lapoma. És én hiába mondom, hogy perc, ne jöjj el, mert az idő rohan tovább. Hajnal lesz megint, és újra véget ér. A hajnali köddel szétfújni látszik éjjel, hogy közeli kísérteteink vannak. A nappal rövid az este, és kezdetét veszi az éjszaka. Kísértetek jönnek elő, rohannak tova. Elég baj az, hogy csak őket látom, az engem látogató árnyakat. De nem baj, mert legalább így láthatom végre a barátaimat. Csak azért, hogy holnap újra visszatérjenek.